Magas színvonalú díjugrató versenyek, közönségszórakoztató programok, magyaros vendéglátás, majális hangulat. Április 29-e és május 1-e között rendezik Kiskunhalason a 43. CSI kétcsillagos nemzetközi díjugrató lovasversenyt a Hírling József Lovasparkban. Naponta 9 órától díjugrató versenyek, szombat-vasárnap lovas hagyományőrző programok és nemzeti lovasszínház bemutató. 3 napon át lovas és családbarát programok a Hírling Lovasparkban. A belépés díjtalan. Bővebb információ a www.lovasbázis.hu honlapon. Fogták a rendőrök a halasi autófeltörőt, egy 26 éves férfit gyanúsítanak. Buszra kell majd szállni, Budapest és Kelebia között május 1-től jó ideig nem közlekednek vonatok. Nagy üzem a szervízekben, a gumiabroncsok is drágultak. Fagykárok voltak a gyümölcsösökben, újabb esőket vár a mezőgazdaság. Jó estét kívánok, ez a híradó április 26-án, már is jövünk a részletekkel. Elfogták a halasi autó feltörőt. A kiskunhalasi nyomozók hétfőn őrizetbe vettek egy 26 éves helyi lakost. A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az elmúlt 3 hétben kifosztott több a város különböző pontjain parkoló autót. Ismeretlen módszerrel kinyitotta a járművek ajtaját, az utasteret átkutatta és magához vette az értékeket. Az eddigi adatok szerint karórát, kompresszort, pendrive-ot vitt belőlük. A rendőrök a férfit jelenleg 4 gépkocsiból történt lopással gyanúsítják és előterjesztést tesznek letartóztatására. Május 1-től lép érvénybe a Budapest-Kelebia vasútvonal több évig tartó átépítésének következő menetrendi üteme. Ekkortól a teljes vonalon szünetelni fog a vonatforgalom, a vonatokat buszjáratok fogják pótolni. Újabb fejezetéhez érkezik a Budapest-Kelebia vasútvonal fejlesztése. Május 1-től komoly változások érintik az utasokat. A teljes szakaszon buszok pótolják majd a vonatszerelvényeket. A kelebiai vonal átépítésének több évig tartó munkálatai közepette május 1-től egy új ütembe lép az építkezés. Ekkortól a teljes vasútvonalon szünetelni fog már a vonatforgalom, így nem közlekednek a vonatok a Keleti pályaudvar és Déregyháza közötti szakaszon sem. Lényegében a Volánbusz autóbuszaival lehet utazni a Budapest-Mulcen Miklós-tas Kelebia vasútvonalnak a teljes szakaszán. A vonatok pótlására a helyközi autóbusz közlekedés bővítésével, illetve új buszvonalakkal készült a Volánbusz. Nagyon fontos szempont volt, hogy ütemes menetrend szerint járjanak az autóbuszok, illetve a főváros elérése érdekében gyors járatokat is indítanak, és az átszállási kapcsolatokat is összehangolták. Így Délegyházáról például a Budapest Népligeti autóbuszállomás a gyors járatokkal átlagosan kb. 40 perc alatt érhető el, azokkal, amelyek a Soroksári úton mennek és több megállót érintenek, körülbelül 55 perc alatt érhető el a fővárosi buszvégállomás. Az utazást tervezőknek és a jövő héten érettségizőknek is célszerű időben megtervezni az utazásaikat és tájékozódni a pótló buszokról, hogy időben odérjenek a vizsgákra. A vasúti bérleteket érvényességi idejük végéig elfogadja a Volánbusz. Azokat a vasúti bérleteket, amelyeknek az érvényességi ideje április 30-a előtt kezdődik meg, azokat az érvényességi időn belül a Volánbusz járatain elfogadják, utána viszont a Volánbusznál kell megváltani az adott szakaszra érvényes bérleteket és jegyeket. A térség települései egyrészt az állomásokon elhelyezett tájékoztatókon értesülhetnek a változásokról, másrészt mindenképpen a Volánbusz honlapját ajánljuk, ahol a települések szerinti bontásban az egyes autóbuszvonalak részletes útvonala, illetve menetrendje megtalálható. A vasútfejlesztés miatt jó ideig nem fognak vonatok közlekedni a Budapest-Kelebia szakaszon. A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát érintő munkálatokkal várhatóan 2025-re készülnek el,
Ez egy nagy volumenű beruházás, így 150 kilométeres szakaszon teljesen megújul a vasúti pálya és infrastruktúra, és két vágányon közlekedhetnek majd a vonatok. Ezáltal a személyszállítás és a teherszállítás is gyorsabban fog történni a magyarországi szakaszon, rövidebb menetidővel juthatnak majd el az utasok. Aki most szeretne új gumiabroncsokat vásárolni, az minimum 30%-kal fog többet fizetni, mint például néhány hónappal ezelőtt. Nagy a forgalom a halasi gumiszervizekben, azonban sokan meglepődve tapasztalják, hogy ezen a területen is látványos áremelkedések voltak a közelmúltban. Sorra érkeznek gumicserére az autók ebbe a kiskunhalasi szervízbe. Az autósok többsége a jó idő beköszöntével igyekszik mi hamarabb megejteni az abroncsok cseréjét. Most tartunk a közepén, nagyon sokan már azért megtették az átszerelést, sokan be vannak jelentkezve jelenleg is. Körülbelül egy héttel tudunk vállalni munkát, annyira be vannak már jelentkezve, úgyhogy sokan jönnek most már. Most a napi középhőmérséklet lassan plusz 7 fok felé fog emelkedni, és igazából reggel is talán már nem lesznek fagyok, és ez miatt szükséges legjobban most már a nyári abroncsok cseréje. Azoknak, akik most terveznek új gumiabroncsokat vásárolni, nem árt felkészülni, hogy a korábbi évekhez képest mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. Hát igazából, mint minden, itt is sajnos nagyon nagy áremelkedések következtek be. Körülbelül ilyen 25% vagy a fölötti emelkedés volt március 1-jéhez képest, és az a baj, sajnos terveznek továbbra is. Van olyan, aki nagyon árérzékeny, viszont aki nagyon sokat megy, azt azért el lehet mozdítani afelé, hogy jobb minőségű abroncsot vegyen, akár drágábbat is, mert lehet, hogy akár az autó biztonsága, meg a saját biztonsága múlik rajta, esetleg pár ezer forinton. A gumicsere mellett legalább ilyen fontos az autók megfelelő átvizsgáltatása is. A szakemberek azt tapasztalják, egyre többen tartják fontosnak gépjárművük karbantartását. Mindenképpen azt ajánlom mindenkinek, hogy szervizben vizsgáltassák át a téli hónapok után az autókat. Rengeteg olyan dolgot találhatunk rajta, a téli sózások, a rosszabb útviszonyok miatt, amit ki kell javítani mindenképpen tavasz beköszöntével. Gumizás közben mi át szoktuk vizsgálni az autókat, a futóműfékek állapotát, és szükség szerint ezeket javítjuk is, és tájékoztatjuk az ügyfelt az egyéb állapotáról az autónak. Ezt szintén egy tavaszi átvizsgálás keretében szoktuk javasolni mindenkinek, hogy ellenőrizze a pollenszűrő állapotát. Ezeknek javasolt a cseréje, jelen pillanatban fél évente szoktuk ajánlani, hogy cseréljék ki, főleg nyári szezonban, amikor intenzívebben használják a szellőztetést, valamint a megfelelő gázmennyiséget ellenőriztetni kell a rendszerben mindenképpen, mert a maximális hatásfokot csak úgy tudjuk elérni, hogyha rendben működik a klíma. Jelenleg sok olyan autó közlekedik az utakon, amiknek nincs érvényes műszaki vizsgája. Fontos észben tartani, hogy a türelmi határidő nem sokára lejár, onnantól kezdve pedig akár büntetésre is számíthat, aki műszaki nélkül használja kocsiját. A veszélyhelyzet megszűnése után gyakorlatilag a legutolsó határidő, amíg a gépjárműveket le kell műszakiztatni. Nagyon sok autó van sajnos országszerte, amik nincsenek levizsgáztatva. Gyakorlatilag ez egy ilyen 1,5 millió autót jelent per pillanat. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a műszaki vizsgáztatást, azon egyszerű oknál fog, vagy egészen egyszerűen nem fognak beférni ezek az autók a vizsgabázisokra, nincs annyi kapacitása ezeknek a helyeknek, és ráadásul elég régóta nincs műszaki az autókon, szinte 10-ből 8 autó megbukott a műszaki vizsgán, olyan régóta nem voltak már átvizsgáláson, úgyhogy mindenképpen érdemes időben jelezni és időpontot kérni a szakszervizektől. Most a hét elején üléseznek a bizottságok, véleményezik a témákat, csütörtökön pedig már Halas képviselőtestülete tanácskozik. A képviselők munkája zárt üléssel kezdődik, melyen vezetői megbízásról és díjakról döntenek. Ezt követően előre láthatólag 17 témát fognak megvitatni. Szó lesz például a gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról, a Csetényi Park működtetéséről, de az élhető Kiskunhalas projektről is. Most kerül napirendre a Kiskunhalasi Technikai Sportbarát Egyesülettel kötendő hasznosítási szerződés témája és a gyermekvédelmi feladatok ellátásának beszámolója is. A képviselőtestületi ülést a zárt tanácskozást követően 13 óra után nem sokkal élőben közvetíti majd a Halas Televízió. Elektronikusan még továbbra is tartanak Halason az óvodai beiratkozások. Azokat a gyermekeket kötelező beiratni óvodába, akik ez év augusztus 31-éig betöltik harmadik életévüket.
Az óvodai beiratásra idén is kétféle lehetőség van Halason. A személyes jelentkezések a múlt héten már megtörténtek az intézményekben, az internetes online felület viszont még pár napig, egészen május 6-áig elérhető a kiskunhalas.hu hivatalos városi oldalon. Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztása államigazgatási eljárás keretén belül lefolytatott szabálysértési eljárást von maga után. Fontos tudni, hogy a szülő, ha a gyermek az óvoda kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról legkésőbb június 4-éig írásban értesíteni az oktatási hivatalt. A gyermekek óvodai felvételéről legkésőbb május 20-áig értesítést küldenek az intézmények. A részletes tudnivalók a kiskunhalas.hu weboldalon olvashatók. Esős lesz a hét közepe, a csapadékra továbbra is nagy szüksége van a mezőgazdaságnak, hiszen az elmúlt hónapok aszályos időjárása miatt a talaj mélyebb rétegei is kiszáradtak. Éjszaka is számítani lehet esőre, zivatarra, és a holnapi napon is, az előrejelzések szerint néhol akár felhőszakadás, jégeső is lehet. A várható zivatarok miatt a mai és a szerdai napra is figyelmeztetést adtak ki, mely térségünket és egész Bács-Kiskun megyét is érinti. Ismét rosszkor jöttek az éjszakai fagyok, a gyümölcsösök egy részében károkat okozott a tavaszi hideg, így változó termésre lehet majd számítani az év folyamán. A termelők bíznak abban, hogy most már a növények számára ideálisan alakul az időjárás. Itt mellettem egy kis almafa virágzik, hogy milyen lesz majd a termést, abban az időjárás még beleszólhat, hiszen a tavasz az mindig nagyon szeszélyes. Ilyenkor a termelők kíváncsian figyelik az időjárás előrejelzéseket, hogy lesznek-e még fagyók, hogy mennyit csapadék érkezik, és hogy hogyan telelnek át, hogyan szaporodnak a kártevők. Gyenizse László rutinos mezőgazdász, sok éve rendszeresen figyeli, jegyzeteli az időjárási adatokat, hiszen ettől függ, milyen termés várható. Most éppen a gyümölcsfáit szemlézi, van amelyiken lesz termés, van amelyiken kevesebb gyümölcs várható. Van már benne egy kis kezdeményezés, tehát cseresznyét, hogyha nem fagy le, akkor még lehet, hogy tudunk enni, meg tudunk elrakni belőle. A tavaszi fagyok most is rosszkor jöttek a gyümölcsösökre. Reménykedtünk, hogy januárban, februárban sok hideg éjszaka volt, és nem fognak elindulni a gyümölcsösök olyan korán. Hát nem is indultak el turkolán, de viszont úgy lehet mondani, hogy nem várt időszakban jöttek a hideg hullámok. És ezt a kajszi barack nagyon megérezte, az őszi barack is, de más növénykultúráknak is, a szőlő is nagyon nehezen fakad. Tehát lehet érezni ezt a szélsőséges időjárást, hogy a növények úgymond, hogyha jó idő van, akkor hirtelen növekedésnek indulnak, csak utána ne jöjjön újra egy hideg hullám. A megfelelő hőmérséklet mellett a csapadék is nagyon fontos. A mezőgazdaság továbbra is esőket igényelne. Nagyon kellene, mert ez idáig az előző években, körülbelül április végére 100-150 mm szokott lehullani. Most 66 mm-nél tartunk, tehát nagyon kevés. És nagyon kevés volt az elosztás, mivel márciusban alig volt egy pár milliméter csapadék, és ugye akkor volt nagyjából a vetések időpontja, és a magot elvetették a száraz talajba. Az előző évekhez képest, tehát tavaly ősszel is kevesebb volt a csapadék, egy olyan 100-120 mm, holott a téli időszakban sokkal több szokott lenni. Tehát most még szükség van csapadékra. Előző években volt, amikor májusban 100 mm csapadék lehullott, hát most rimánkodunk, hogy a májusi eső aranyat ér, és jöjjön még az eső. Arra is kíváncsiak voltunk, mi lenne most az ideális időjárás ahhoz, hogy sok zöldség, gyümölcs, illetve szőlő teremjen, és kerüljön majd a piacokra, aztán az asztalunkra. Hogyha 20 fok fölé azért nagyon nem menne, tehát a nagy meleg az se jó, mert most megnézzük a vegetációban lévő növényeket, főleg az őszi barackot, ahol is, meg a kajszi barackot, ahol itt állunk, hogy itt is én már kétszer növényvédelmi munkákat elvégeztem, de újra kell, mert följön a tafrina, följönnek a növénybetegségek, a hirtelen meleg hatására ugye a gombák nagyon gyorsan szaporodnak. Át kell hangolni a televízió készülékeket, ha nem találják a megszokott csatornákat. Erre hívják fel a kiskunhalasi Digi kábeles ügyfelek figyelmét. Sokan SMS értesítést is kaptak erről. A cég tájékoztatása szerint a kábeltelevíziós tervezett hálózatfejlesztéseknek köszönhetően április 26-ától, vagyis a mai naptól módosul a televíziós csatornák sorrendje.
Addigi közlése szerint az átállást követően a televíziós programok magasabb kép- és hangminőségben kerülnek elosztásra. Amennyiben kártyamodullal rendelkeznek az ügyfelek, és a televízió készülék menüpontjában az automatikus csatornakeresés aktiválva van, a televízió készülék a változásokat leköveti, ellenkező esetben szükséges egy teljes manuális csatornakeresést végezni. Egy hét kihagyás után ismét friss lapszámmal jelentkezik a Halasi Tükör. A szerdán megjelenő újság képes összefoglalót közöl a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum ballagásáról. A bűnügyi hírek között írnak annak a pirtói gyilkosságnak a szomorú részleteiről, amelynek során saját alkalmazottját verte agyon egy helybéli férfi. A lap újságírója ott volt a Bibós kávéházban, amely a gasztronómia és a kultúra sajátos, de szórakoztató találkozása. A heti portréban beszélgetést olvashatnak Trokán Péter színésszel, aki felidézte Kiskunhalassal kapcsolatos emlékeit is. Kedves nézőink, most felidézzük röviden mai híradónk legfontosabb témáit. Elfogták a rendőrök a halasi autófeltörőt, egy 26 éves férfit gyanúsítanak. Buszra kell majd szállni, Budapest és Kelebia között május 1-től jó ideig nem közlekednek vonatok. Nagy üzem a szervízekben, a gumiabroncsok is drágultak. Fagykárok voltak a gyümölcsösökben, újabb esőket vár a mezőgazdaság. Ez volt a híradó április 26-án kedden, de továbbra is érdemes lesz a Halas televíziót választani, hiszen most jön az időjárás előrejelzés, aztán pedig a napi mozaikban egy zongoraavató koncertre látogatunk majd el a zeneiskolába, aztán pedig 7:30-kor kezdődik szórakoztató műsorunk a Koktél újrakeverve, amivel további szép estét kívánok minden kedves nézőnknek. Holnap este 7-kor is jövünk a friss hírekkel, addig is viszontlátásra!